Minden városnapi rendezvény alkalmat ad arra, hogy a helyben dolgozó kulturális csoportok is bemutatkozhassanak. Az idei rendezvényen mindhárom népcsoport színpadra állt. Azt mondják, nagyon fontos számukra, hogy a közeg, jelesül a város, időről időre képet kapjon az általuk végzett tevékenységről, hagyományápolásról. Megtiszteltetés természetesen, hogy a városnapjára a felkérést megkaptuk, elfogadtunk, és megpróbálunk eleget tenni, úgymond, hiszen a nyári időben azért nagyon-nagyon kevés gyereket lehet megmozgatni egy-egy ilyen jeles eseményre, de mi azért most megpróbáljuk. 3 évvel ezelőtt a nagyok után elindult egy úgynevezett utánpótlás csoport, akik hála Istennek most már kinőtték magukat ifjúsági csoportnak, és tavaly júniustól meg egy tényleg egy utánpótlás csoport, akik ugye kisebbek, de nagyon-nagyon lelkesek, és nem csak a táncosok hozzá kell tennem, hanem a szülők is maximálisan támogatnak, segítenek. Ahol számít a német identitás, ott azért igen, hozzák a szülők a gyerekeket, és akkor megpróbálkozunk ugye a tánclépésekkel, az énekekkel, és egy kicsit, hát a hagyományőrzés az annyira, ugye ez mindig egy kritérium volt a Bátaszéki Heimattánccsoportnak, mert mi nem vagyunk a szó hagyományos értelembe véve hagyományőrző táncsoport, mi a Glöckner-féle hagyományt visszük tovább és ápoljuk, de természetesen táncolunk hagyományőrző csoportoktól vett koreográfiákat is, úgyhogy a bátaszéki gyűjtés az szerintem még várat magára. Nekem nincsen szeretőm, csak egy rongyos keszkenőm, szempíg fel a bátaszéki bukovinai székelyek számára az előző napi kitüntetés átvétele után különleges jelentőséggel bírt a városnapi fellépés. Tegnap ugye abban a megtiszteltetésben érte, vagy az a megtiszteltetés érte a bátaszéki székelyek baráti körét, hogy a város Pro Urbe díjjal tüntette ki az egyesületet. Hát ez, hogy mondjam úgy, nagyon érzékenyen érintett minket, tehát meghatódtunk, meg ami az egészben talán a legjobb, hogy most az idén ünnepeljük a 30 éves évfordulót, tehát egy 30 éve alakult meg a baráti kör, és akkor valahogy ezt úgy érezzük, ez haba tortán, tehát hogy elismerték azt, hogy azért valami csak csinál a székelység itt Bátaszéken. És ez talán a továbbiakra nem talán, hanem igen, még egy kis lendületet ad nekünk, hogy csináljuk, tehát hogy megigazolás, hogy jól csináljuk, meg jót csinálunk, tehát hogy amit őseink ránk bíztak, azt folytassuk, és szerintem ott valahol, ha vannak, akkor ők is örülnek ennek a díjnak, hogy minket elismertek, és mondom, ez egy új lendületet ad épp ugye a zénekarnak, mind a táncsoportnak is, meg hát magának az egész baráti kör tagságának, úgyhogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés ért bennünket ezáltal. De jön a Bukovina Fesztivál, akkor azon is részt veszünk, akkor lesz egy ilyen nyári tábor, az megyünk Kolozsár mellé válaszútra, egy ilyen edzőtábor szerint, tehát hogy a kórus is, meg vagy a táncsoport is együtt készül, majd az őszi időszakra, tehát hogy a karácsonyra. Ja, meg hát ne felejtsük el, hát itt van a nyakunkon, augusztus közepén a józsefalviak bátaszéki bucsi. Mert Józsefalván ugye augusztus 20-án volt a bucsi, és akkor azt próbáljuk most itt újra felidézni. Vasvári!
A felvidékiek túl vannak az egyik legnehezebb feladaton, a minősítőn. Ennek sikere újabb lökést adott a csoportnak a következő feladatokra. Sok munka, sok izzadságba került a minősítő, illetve a felkészülés, de sikeresen szerepelt a csoport, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, és ugye egy csoport életébe a közönség, azok, akik látnak minket, hallanak minket, azoknak a véleménye nagyon, nagyon motiváló és tényleg erősítő hatással bírhat. A Bátaszék külön hangsúlyt kap ugye az egyesület életében, mert hogy bátaszékiek vagyunk, tehát kutyakötelességünknek érezzük a városi rendezvényeken való közreműködést. Bátaszéken élő felvidékiek képviseletét elsősorban, aztán ugye a szülők, a minket támogatók sem utolsók ebben a sorban, és ugye a várostól nagyon sok segítséget kapunk, nagyon sok támogatást, és úgy érezzük, hogy nekünk itt kell lenni, és jelen kell lenni minden rendezvényen, minden megmozduláson, teljes létszámban, vagy csak egy-két párral, ahogy össze tudjuk hozni a dolgot, de valamilyen módon mindenképp itt vagyunk.